négy idegenbeli mérkőzést követően a tabella utolsó helyzetét fogadta első hazai meccsén a kisvárdai együttes. A több korábbi nyíregyházi játékossal megerősített vendégek ellen a 36. percben rajci góljával szerezték meg a vezetést a hazaiak. A második félidő 8. percében a volt válogatott gyepes némileg szerencsés góllal egyenlítette ki az állást. A folytatásban felpörögtek az események. A 60. percben egy levágódó szabadugás követően Sándor bombázott a kisvárdai kapuba. Két perccel később Cseri kapufára gurított labdáját délszeg sodolta a soroksári kapuba. Újabb két perc múlva egy hazai védem hibát követően Fodor csak 11-est és kiállítást érően tudta megállítani Csírus Ádámot. Gyepes büntetőjét viszont Ribánszki nagy vetődéssel hárítani tudta. A védő négy perc múlva jóvá tette hibáját, amikor egy baloldai szögletet követően megszerezte a csapat a harmadik, mint később kiderült győztes gólját. Egy jó csapatnak, amikor egy nullára vezet, akkor azt az előtt mindenféleképpen meg kellett volna tudnia tartani. Értetetlen összeomlások voltak. Azt, hogy egy játékos az első fődőben én úgy gondolom, hogy megfelelően teljesít, jó, teljesítmény nyújt, megvan az előny. Lehet, hogy már azt hitték a játékosok fejbe, hogy ez a mérkőzés megvan. Én mondtam a meccset megelőzően is, hogy a soroksár veszélyes ellenfél, és hát ez sajnos be is bizonyosodott. A korábbi nyíregyházi edző Lucsánszki Tamás szerint győzelmüket annak köszönhetik, hogy az első fél időt követően változtatni tudtak játékukon. Készültünk, úgy, hogy a várda a széleken megbont bennünket, ugye erre felkészültünk, ezért egy zártabb, stabilabb játékot játszottunk. 0 egy után ennek egy percig nem volt már értelme. Szerencsére most ez így bejött. Azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legjobb formában lévő csapat, és tényleg intenzív támadó játékot játszanak, úgyhogy rendkívül értékesnek tartom ezt a három pontot. A forduló további eredményei a következők: Szeged Ajka 0-0, Zalaegerszeg 3-4, Csákvár Budajos 4-1, Gyirmó Miklós 2-2, Balmazói Város Jófok 4-0, Szolnok Mezőköves 0-1 és Sopron Dunói Város 1-1. A tabella élén a 44 pontos Gyirmó áll megelőzve a 36 pontos Zalaegerszeget és a 35 pontos Mezőkövesdet. A 30 pontos Kisvárda a hatodik helyen várja a folytatást.